Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja és dicsőség az Úrnak, nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű, szép, csodálatos napon. Az Úr áldjon meg mindannyiótakat, és örülök, hogy ismét itt vagytok ezen a fantasztikus reggelen. Remélem, hogy szép napotok áldott hetetek van, és élvezitek az Úrnak a jóságát. Kriszpásztor mai üzenetének a címe, Megkaptuk a Királyságot. A Lukács 12.32 azt mondja, ne félj te kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja a királyságot. A zsidókhoz írt levél 12.28 valami hasonlót ír, mint amit az imént olvastunk az alapigénkben. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélnél, annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Az angol King James fordítás arra utal, hogy a királyság elnyerésének folyamatában vagy, de ha tanulmányozod ezt a verset az eredeti görög fordításban, akkor nem ez a helyes fordítás, hanem az, hogy már megkaptad a királyságot. Az angol CGB fordítás, még egyértelműbbé teszi ezt. Olvassuk ebben a fordításban a Lukács 12.32-t. Ezért, mivel rendíthetetlen királyságot kaptunk, legyünk, legyen kegyelmünk, amely által tisztelettel és félelemmel Istennek tetsző szolgálatot tehetünk. Azért kaptuk a királyságot, hogy benne éljünk, és kinyilvánítsuk az abban való életet. Mi a királyság élete? Honnan ismerhetjük meg az igazi keresztjén életet, amelyet Isten ma elvár tőlünk? Először is tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteinek könyvét. A levelek is sok betekintést nyújtanak nekünk. És végezetül a profétai ige, amely Krisztus ezeréves uralkodására alatt a zsidóknak szóló áldásokról szól, Csodálatos képet mutat nekünk arról, hogy milyen az élet a királyságban. Ez az, amit ő már nekünk adott, hogy éljünk és megtapasztaljuk most. Minden, ami ennél kevesebb, az nem teljes kereszténység, és nem a királyság élete. Ez az oka annak, hogy Isten népét arra tanítjuk és neveljük, hogy megértsék a királyságnak a dolgait. Van egy királyságbeli gondolkodásmód. Most, hogy ebben benne vagy, meg kell tanulnod Isten igéjének elvei szerint élni. Az ő igéje, ami tervrajzunk és uti tervünk arra vonatkozóan, hogyan éljük a királyságot örökké, dicsőséges, örömteli és mindenen felül, felül emelkedő életét. Tehát éljük a királyságnak ezt a típusú dicsőségteljes és örömteli életét. Dicsőség Istennek! Nézzük meg a további tanulmányokat, hogy mit mond Kriszpásztor nekünk. Milyen igeverseket ajánl. Márk 1.14 azt mondja, hogy minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Istennek az evangéliumát, és mondván, mondja a 15-ös vers, betölt az idő, és elközelítetett az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Dicsőség az Úrnak! És itt is az ország helyett a királyság szó van, ahogy helyesen igazán az a első versben és a Lukás 12.32-ben írtuk. Mert itt a királyság, Istennek nem országa van, Istennek királysága van, mennyeknek is királysága van, nem pedig országa, mert a királyságban ugye van egy, ott teokrácia van, van egy király, és a királynak a rendelkezései alapján működik, és van kormányozva az, a, a királyság. Az országban pedig hát általában van egy, egy miniszteri pozíciók, vannak több pozíció, és, de nem, nem, nem egy olyan rendszer, rendszer, az ország, mint a, mint a királyság. És a, 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 Bibliában, és mi keresztények, mi királyságban élünk, van egy királyunk, van a királyok királya, Jézus Krisztusnak hívják, és mi ebben a királyságban vagyunk, ahogy már mondja itt az alapigénk, hogy nem benne leszünk, hanem ez már most itt van. Azt mondja Jézus, hogy elérkezett hozzátok, amelyeknek a királysága, tehát fontos az, hogy tudjuk azt, hogy a királyságban élünk, és a királyságban vannak jogaink, és vannak kiváltságaink, és, és vannak kötelezettségeink is. Tehát a királyságos életmód, abban, abban nagyon sok áldás van, és mi ezt az életet éljük, és nem arra várunk, hogy hát akkor majd egyszer eljön majd az Istennek a királysága, és akkor majd, hogy ó, az milyen szuper lesz. Nem, az le, nem azt várjuk, hogy mikor kapunk már végre örök életet, mert azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. És ez az élet a Krisztusban van benne. És aki é a fiú, az él az élet és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban, mondja az ige. Tehát ez azt jelenti, hogy az élet bennünk van, az örök élet már most bennünk van, az örök élet már akkor elkezdődött, amikor átadtad a szívedet az Úr Jézus Krisztusnak. Onnantól kezdve neked örök életed van. Nem mindegy, hogy, hogy ennek a tudatában élsz -e, hogy örök életed van, és a menyei perspektívából nézed az életedet, vagy földi szintű életet élsz, és akkor majd azt várod, hogy hát, ha egyszer majd kiérdemled azt, hogy örök életed legyen, és amennyibe tartozzál. Ez két teljesen különböző és eltérő gondolkodásmód. Általában a vallásos emberek nem tudják, hogy van-e örök életük, vagy nem. Miért? Mert valójában sokan nem léptek személyes közösségbe Jézus Krisztussal. Mindenki, aki személyes közösségbe lép Jézus Krisztussal, és az élete urának elfogadja Jézus Krisztust, az egyszerűen meg fogja tapasztalni, és részesülni fog abból a kegyelemből, és abból az érzésből, és abból a szellemi közösségből, ami által egyértelmű meggyőződése lesz az embernek, hogy már pedig neki örök élete van. Sokak vallásosak és is hisznek Istenben, de nem adják át az életük irányítását Jézus Krisztusnak. Sokan vallásos keresztények, és mégis ellenállnak Isten munkájának. Sokan Hisznek Istenben, és a csodákban nem hisznek. Sokan ö, eljárnak a templomba, eljárnak a gyülekezetbe, de nincsen élő hitük. És azt se tudják, hogy mi a királyság. Persze, ezért olyan fontos, hogy ezekről beszéljünk, és hogy megértsétek, hogy Isten királyságában kell élnünk, és ezt tudnod kell, és ezt senki nem velti el tőled. Kolossi 1.27 azt mondja, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének a gazdagsága, azt tudni hogy Krisztus ti bennetek van, azt mondja az eredetiben, nem ti köztetek, hanem ti bennetek van, ti bennetek a dicsőségnek a reménysége. Dicsőség az Úrnak. De a dicsőség, reménysége Jézus Krisztus már most bennünk él, és az a nagy dicsőség, ami a mennyben már ott van, és amiben ember élve nem állhat meg, annak a reménysége, abból már egy szelet, abból már bennünk él. A mennynek egy része benned él, drága testvérem. És ezért fontos, hogy ezt tudd, dicsőség Istennek. Halleluja! És most pedig fogunk imádkozni, és kérlek, hogy mondjátok utána ezt az imádságot. Menjen, elj, atyám! köszönöm neked, hogy nem csak behoztál a királyságba, de nekem is adtad azt. Köszönöm az igédet, amely nevel és megvilágosít ebben az életben, és abban, hogy a királyságban való dolgokat cselekedjem. Annak örökké dicsőséges, örömteli és mindenen felülemelkedő életét élve. Jézus nevében. Amen. Ámen és ámen. Isten áldjon meg benneteket. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Szeretlek benneteket, és hálás vagyok, értetek, és kívánom, hogy legyen egy gyönyörű szép napotok. Ámen. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!